Akár el is kezdhetjük? Na, sziasztok! Engem úgy hívnak, hogy Erős Győző. Nem viccelek, úgyhogy ne kötekedjen egyikötökre, jó? Mert lenyomom, mint a bélyeget. Ki a legvagányabb köztetek? Őszintén. Köszönöm. Mely? Kicsoda? Jó, oké. Lányok közül te vagy, fiúk közül kiviszi a pálmát? Nem, ő szemüveges, biztos, hogy nem viszi. Körülbelül te. Jól mondom? Vagy te. Vagy te. Most nincs itt? Na jó, figyeljetek. Ti úgy jöttetek ide, hogy azt mondták, hogy én nem fogok veletek bírni. Tudjátok, mi a pláne ez egészben? Hogy én nem is akarok veletek bírni. Azt csináltok, amit akartok. Nekem csak egy kérésem van. Ha azt akartok csinálni, amit akartok, akkor mindenféle büntetés nélkül fölállhattok, és kimehettek. Ide jöttetek az iskolába tanulni, és nagyon sokat gondolkoztok azon, hogy amit tanultok, az mire jó nektek. Ezt én is átéltem. Vajon mi fölösleges, mi nem? Én nem vagyok tanár. Én egy olyan ember vagyok, aki megéltem egy ilyen kort, de mi mindig olyan gyereknek érzem magam, mint amilyenek ti vagytok, csak a testem már nem úgy mozog. Tehát egy kicsit már rosszabb. Tudjátok, miért jöttem el? Azért, hogy felhívja valamire a figyelmeteket. Eldönthetitek azt, hogy felhasználjátok az én esetemet a saját életetekbe, vagy nem. Ugyanis arról van szó, hogy mi felnőttek, felépítettünk egy társadalmat, amiben ti is igyekeztek bele. De ez a társadalom szerintem tudjátok, hogy valami miatt nem oké. Ha hallottatok a környezetszennyezésről, a gyerekrákról és ilyeneket, nem tudom, van-e, vagy ismertek-e olyan iskolás gyereket, aki beteg volt és többet nem jött iskolába. Volt ilyen az iskolába? Hallottatok róla, ne? Oké, volt. Tudjátok, az a helyzet, hogy amiről én most nektek beszélni fogok, és ami tizedeli az embereket, és elveszi az életkedvüket, és ott leselkedik mindenkire tulajdonképpen, de én nem ijeszgetni akarok benneteket, én csak felkészíteni valamire. És azt mondják, hogy nincs kiút, nem lesz kiútatok, nem fogtok tudni visszafordulni bizonyos dolgokból. Én azért vagyok itt, hogy eláruljam nektek, vissza fogtok tudni fordulni. Valószínűleg érzitek azt, amikor eljártok iskolába, és ez nem kritika a részemről, vannak olyan dolgok, amit szívesebben hallgatnátok, vagy tudnátok róla. De nem kaptok választ rá. És ahogy nőtök föl, ezek a kérdések egyre több lesz, ez a kérdés. És amikor elértek egy bizonyos kort, és visszagondoltok az iskolára is, nagyon kötitek az ebet a karóhoz, hogy ti ezt így tartottátok helyesnek, mert így neveltek bennünket, szülők, iskolák, stb. Hangsúlyozom, nem iskolán elsőről beszélek, csak ki szeretném egészíteni olyan dologgal, amit itt tanultok, amihez nem juttok hozzá csak a magamfajtáktól. Megmondom, milyenek ezek a magamfajták. Olyanok, akikről lemond az orvostudomány, nem tudnak rajta segíteni, az embereknek azt állítják, hogy a betegsége végzetes, átéli a kínok kínját, könyörög az életért, mikor megszületik már az első gyereke, mert ez 25 éves koromban történt, és a mai napig belehalnak abba a betegségbe, amiben voltam. És mégis valami miatt élek. De a mai napig úgy tartják, hogy ez gyógyíthatatlan. És elmesélem, mit tettem, mi az, amit találtam. És mennyire nem egyezik azzal, amit megtanítanak nekünk. Sok helyen. Nem az iskolára vegyétek, hanem az életet, ahogy felépítettük. Mi felnőttek, elszúrtuk. Az igazgató bácsi azért engedett be ide közétek, mert gondolom látta az egyik előadásomat, vagy a YouTube-on, vagy akárhol, és azt mondta, hogy van értéke. Elárulom nektek. Talán még annyi eszem sincs, mint nektek, nem viccelek. 8 általánosom van, de egyetemen is tartottam már órát, nem egyet. Azért, mert a dékán azt mondta, őt nem érdekli most a papírforma, amit tudok az életről. Azt tudja, hogy hasznos mindenkinek. Azért kértem azt, hogy a legvagányabbak tudjátok meg, aki úgy gondolja, hogy nem érdekli, hangsúlyozom, a saját jövőjére lesz szó, amit el fog tudni raktározni, még ha most nem is nyúl hozzá, de lehetőség ott lesz, hogy bármikor hozzányúljon. Nyugodtan fölállhat, oké? Aztán úgy, megígérem, nem ez büntetés, mert én magam szólok, jó? Hogy ne tegyék.
akkor elkezdjük, oké? Elmondom, megmondom, miről beszélek. Hogy amit megeszünk, abból hogyan lesz betegség. A betegség, a táplálkozás, az érzelmek és a gondolatok kapcsáról fogok nektek beszélni úgy, hogy megértitek, hogy mentek egyik betegségből a másikba, mi a valódi oka, amit valami miatt nem publikálnak, mi a valódi oka, az hogy befolyásolja az érzéseiteket, hogyan lesztek tőle önzők, erőszakosak, nagyra vágyók, engem kövessetek, és a másikon keresztül érvényesülő ember, és ehhez hasonló. És hogy lehet ezt megváltoztatni? Nem csak a táplálkozással és a betegségek leküzdésével, hanem a gondolkodással is. Csak én, mint mondtam nektek, szerény képességgel rendelkeztem. Azt szoktam mondani, hogy tudjátok, akkor az agyam, mint egy dió. Azért, mert be van dagadva. És így nagyon kevés információ fér bele. De valamire rájöttem a kínok után, hogy nem hoztam ide semmit ebbe a világba, nem viszek semmit ebből a világból, és minden addigi küzdelmem, ami 25 éves koromig történt, amikor lefogytam és faltól felé jártam, egy gyógyszermérgezésem volt, és vártam a halálomat, és féltem, azt mondtam, minden, amit csináltam, nem volt oké. És nem csak amit magammal tettem, hogy oda kerültem, hova kerültem, hanem amit veletek embertársaimmal is tettem. Ez egy nagyon fontos momentum. Megmutatom nektek, hogy mire vagytok képesek valójában. Az a helyzet, tudjátok, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Nyolcadikosok vagytok, pályaválasztás előtt lassan, és a társadalmi életnek egy meghatározó szereplői lesztek. Közületek lesz olyan lehet, tudjátok, aki miniszteri posztot tölt be, tudjátok, és ember sorsok fölött, van amelyik csak polgármester, van amelyik csak targoncás, teljesen mindegy, higgyétek el, hasznos. Az, hogy el tudod-e érni életed során, hogy az legyen, amit szeretnél, az meg csak rajtad múlik. Én meg ezt próbálom segíteni. Ahhoz, hogy ezt elérd, tudnod kell, hogy ez hogyan működik. És ennek a működését mi befolyásolja. Nem csak az, amit hallasz, látsz, mondanak, tanítanak, meg elvárnak tőled, tévedtek. Még az étel is, amit megesztek. Jó? És megmutatom, hogy hogyan működik, jó? Az emberek, ugye elolvastátok ezt közbe? Nem olyan? Várjál, tudtok olvasni? Nem. Na, ne esettek. Melyik betűt nem ismered? A kettő. A kettő? Tényleg nem tud olvasni, csinálni. Számolni se tudsz. Na, figyeljetek egy kicsit. Menjünk tovább. Menjünk tovább, azt mondtam. Bekapcsolom ezt, aztán tovább mehetünk. Jó. Amikor megváltozott az életem, és föltápászkodtam a betegségemből, és úgy volt, hogy nem megyek már visszadolgozni, és megcsináltam azt az alapítványt, amit most jelenleg az úriember vezet. 94-ben készítettem ezt az alapítványt, hogy hoztam létre. Nem hallottam mást, mint azt, hogy nem vagyok normális. Azért, mert arról beszéltem az embereknek, hogy mit jelent a bioreformételeket fogyasztani, annak milyen életemeltásai vannak, és hogy befolyásolják a betegségeket, és meg lehet gyógyulni a lehetetlen helyzetből is, még a rákból is, hogyha akar az ember. Csak rajta múlik. És mindig mondták, hogy hát te nem vagy normális. Ez megszületett, ez a bolond. Mondom, ha nem vagyok normális, akkor bolond vagyok. Ezért bolond az emblémája az alapítványnak. Az a hit, ami oda van írva, nagyon fontos. Az működtet mindent. Amit képes vagy elhinni önmagadról is, azt meg tudod valósítani. Amit nem vagy képes elhinni, az számodra nem lehet valóság. Ezt jól jegyezzétek meg. Nem azon múlik, hogy te ki vagy, hogy a másik mit mond rólad. Legyen az akárki, hangsúlyozom, akárki. Ha te azzal azonosulsz, azzá válsz. Akkor tudsz belőle kimenni, ha képes vagy elhinni, hogy a te hited működteti a körülötted lévő világot. Ez nem vicc, és hogy hogyan alakul köréd, azt majd később egy kicsit megmutatom, jó? Ha egy kicsit érdekel benneteket, van egy ilyen honlap, hogy efealapítvány.hu. Megnézzük, mire vágy az ember, jó? A vágy mindenkiben ott van. Pici korotok óta. Tudjátok, amikor láttok valami színes dolgot, mert mit tudom én, akkor mentek, és de nem kaphatjátok meg, mert pénzbe kerül, igaz? Mire vágyik az ember valójában? Nézzétek meg, hogy mi az igazság. A szeretetre. A boldogságra. A félelem nélküliségre. Nem akarnak félni az emberek. Nagyon sok ember él félelembe. Biztonságra vágytok. Nem csak ti. Most még a szülők nyújtják a biztonságot. Most még kifizetik a számláitokat. De
most már léptek ki az életbe. A biztonság nagyon, nagy, nagyon fontos szerepet játszik majd az életetekbe. Aztán a gazdagságra. Ha valakitől megkérdezem, mi akar lenni, legtöbb azt mondja, milliómos. Hogy lehessen ilyen bringája. És nézzük meg, hogy ez hogyan érhető el. És ennek mi köze van az egészséghez. Rendi? Mert van hozzá köze, higgyétek el, nem is akármilyen. Az érzelmek, amik benneteket eltöltenek, amikor ránéztek valamire, azok, ha hiszitek, hanem a gondolataitok alapja. Az érzelmeitek határozzák meg a gondolataitokat. És az, hogy hogyan érzitek magatokat, az attól függ, milyen egészségesek vagytok, vagy éppen betegek vagytok-e. Ma a társadalom valahol itt tart. Itt tart. Legyen ez a teljes egészség és olyan tudat, ami építőhatású, és legyen ez a fekete, a vég, a pusztulás, ilyen halál előtti állapot. És ha az emberiséget nézik tudatra, meg amit csináltunk a Földön magunkkal, valahol itt vagyunk. Én nem túlzok, nyugodtan elhihetitek. De ezt meg lehet változtatni. A betegségnek a jellemzője az a gyengeség, a rosszulét, nyugtalanság, feszültség, sokszor erőszak. De egyet jól jegyezzetek meg. A betegség soha nem egyenlő a fájdalommal. Tudjátok, amikor bennetek elindul valami rossz folyamat, amit ti még csak náthának hívtok, vagy tüdőgyulladásnak, vagy csak egy pici daganat, ami még nem nyomja a másik szervet, nem is érzitek, hogy ott van. De a változás már beállt. Nem csak a szervezeteteken belül, itt is. Mert amikor az anyuka hazamegy, ő nem tudja, hogy beteg, csak azt, hogy fáradt, és nincs türelme hozzátok, és ti oda szeretnétek kicsit bújni, vagy kérdezni valamit, de inkább menj a tévéhez, mert ő is lerogy vagy, még ott várja a mosogatás, minden. Már gond van. Már higgyétek el, valami folyamat zajlik a szervezetbe. Nincs egészséges ember ma már sajnos, mert a környezeti szennyeződések, a polcokra, amit levesztek kaját, megesztek chipset, olyan anyagokat tartalmaz, ami szinte lehetetlené teszi, így aztán le van terhelve a májatok, a véretek, az ereitek, minden egyes szervetek. Az egészség ezzel szemben, de nézzük meg így, jó? Oké, figyeljetek a betegség jellemzői. Téged kérlek, meg én mondtam, hogy te leszel a legrosszabb. Figyelj, nyugodtan kimehetsz, jó? Mert hogyha nem érdekel, úgy érzed, akkor a többiektől is elvonod a figyelmet. Nem az zavar, tudod, egyáltalán zavar semmi, hogy te, hanem az, hogy akkor a másik is, és lehet, hogy neki még hasznos lesz. Ezt te nem fogod neki tudni odaadni, amit most én tőlem kap. Oké? Csak megkértelek. Nem haragam, nehogy azt, hogy nincs semmi baj. Látom, hogy erős ellen vagy, nem ki, akit követnek. Betegség jellemzőit nézzétek meg, jó? Gyengeség, rosszul lét. Fáradtság. Álmosság. Rossz kedv. Rossz közérzet. Levertség. Magány. A beteg ember ugye amikor a szobába, és nem igazán jönnek látogatók, baj van. Keszekusza gondolatok. Értelem nélküliség. Nyugtalanság, feszültség. Én most arról beszélek, tudjátok, amit a változásban, amely az emberen belül változás végbe megy, mit hoz ki belőle? Hazugság, nagyra vágyás, szétszórtság, mogorvaság, ingerültség, erőszak, kilátástalanság, bezártságérzés, tudatlanság. Hol lehet a kutya? Tudjátok, hogy találja meg ezt? Amikor majd szellent egyet, akkor kirepülünk. Félelem. A betegség csúnya. A betegség romboló hatás. A tudatot is rombolja, gyerekek. És ti egyénileg nem csak magatokat, a körülöttetek lévőt is. Amikor összetérő a csatornát, mondom, most te jössz. A másik nem törné össze, de rábeszélte, hogy törje össze. Nézzük. Ezzel szemben nézzétek meg az egészséget, mire képes, jó? Erő. Teherbíró képesség. Kitartás. Jó közérzet. Akaraterő. Elvis így kezdte. Csak nem ilyen színű volt a haja. Biztos. Ja, maga biztosság. Hát mondjuk, ha megpróbáltam volna ezt hatalom, ahogy anyukámat csinálni, olyat kaptam, hogy leszállok az égből, biztos. De biztonságérzés. Felismerő képesség. Azt mondják, hogy nem lehet megtanulni a tűt a szénak hazába, szerintetek?
befogadó képesség. Valóban szemüveges vagy, és most már a dioptriát kéne cserélni. Befogadó képesség, alkotó képesség. Na mi van? Tovább mennél a kedvemért? Jó kedv. Öröm, vidámság, humor. Az jó képeket találtam, mert munka kedv. Lányok, jó kiöltöztek a melóhoz. Nyugalom. Elégedettség. Egyensúly. Az egészség. Türelem. Megértés és béke. Odaadás. Szeretet. Az egészség szép. Látjátok? Az egészség építő hatású. Minél egészségesebb a szervezetetek, annál egészségesebb a tudatotok. Ez azért fontos, mert nagyon sok kérdést fogtok föltenni magatoknak az élettel kapcsolatban, és a válaszok meg bennetek vannak. Meg lehet találni. Hadd mutassam meg nektek, hogy a fizikai anyagok, a kézzel fogható anyagok mit csinálnak a szervezetben. Ez egy roppant érdekes dolog. Most olyanokról beszélek, tudjátok, amit a tudósok már tudnak, hogy így van. Csak hát most nem tanítják nektek, az kész. Ugye vérben felszabaduló piros szőlősav pár fáradékonyságot fog okozni, szorongó érzéseket. Na most ezek az érzelmi állapotok meghatározzák a gondolataitokat. És mindez miért? Mert hiányzik a B1 vitamin. És akkor utána beszéltünk arról, tudjátok, hogy miért hiányzik. Mi az, ami elrabolja a szervezetetekből? Vagy miért nincs? Miért? Mivel nem vittétek be? Mi az, amivel bevihetnétek? Vagy a vas, fáradékonyságot, vas hiány. Mit mondasz? Lereszelsz egy biciklit, vagy mi? Ja? Oké. Tehát nincs fontosabb feladat, úgy érzem, mint egy kicsit az egészséget helyre pofozni. És természetes úton. Én megpróbáltam azt, amit a doktor bácsi mondott, hangsúlyozom. Itt nem arról beszélek, hogy ne fogadjatok szót senkinek meg az orvosoknak. Nem. Én bemutatok egy utat, rendi, hogy hogyan jöttem ki. Ti meg azt kezdtek vele, amit akartok. Tehát azért vagyok hívva természetes útnak, mert úgy képzeljétek el, hogy engem 6 hónapon keresztül vizsgálták, mire megtaláltak azt a daganatot, ami nem engedi zárni a gyomor száját. Egymásra szemben volt 2, és az étel nem állt meg emésztésre. Még arra sem volt ideje szegénynek, hogy elrákosodjon, majdnem azt mondtam, hogy áttojtam magam a másik világra, de tényleg így van. Ilyen vékony, gyógyszermérgezés, mondták, hogy nem tudnak vele mit csinálni, már fölvágják, heg marad, a heg megint nem enged zárni, és örökös. Tehát erre voltam ítélve, és nagyon-nagyon sokat killottam vele. Miért természetes úton megmutatom néhány példát. Képzeljétek el a rák, a csontritkulás és a hasonló betegségek, amit ma már úgy hívunk, ugye a civilizációs betegségek, már gyerekkorba fellépnek. Az én koromban, ha valaki rákos volt, egy öreg néni volt, vagy egy öreg bácsi, de Isten tudja hányadik utcába. Nem igazán volt. És az, hogy miért alakult így, nézzétek. Elszomorító adatok az, hogy egyre fiatalabb korban jön elő, és a számuk duplázódik. Hát azt állítja, hogy 2025-re meg is duplázódik. Most is nagyon nagy számban van a csontritkulásosok. A csontritkulásnak a lényege, tudjátok, hogy a csont rendesen elvékonyodik, porózussá, törékenyé válik, merevvé. Látjátok? Ezért nem merev. Ha valaki ezt megcsinálja, fizetek neki egy bambit. Törékenyé válnak a csontok. Ami jellemző a csontritkulásra, az az alkartörés, az comnyaktörés. Hát, a csigolyatörésnél már elég nagy gondok vannak. Képzeljétek, minden betegségnek az okát kutatták, mindig is kutatták a kutatók, mai napig teszik ezt. Ugye hallottatok rákutatásról, meg gyűjtenek, meg mit tudom én. Csak csináltak különböző elméleteket, hogy vajon miért alakult ki a csontritkulás. És az első elképzelésük az volt, hogy az ember fölegyenesedett, megváltozott a terhelése a testén, és ezzel fizetett. De ezt hamar elvetették, aztán pár száz évre nem létezett, nagyon ritka volt a csontritkulás, de csak azért, mert az átlag életkor alacsony volt a higiéna hiánya miatt, 40 év lehetett. Aztán az igazsághoz legközelebb áll az, amit társadalmi, amit felépítettünk, a denaturált élelmiszereknek köszönhetjük, elsősorban amit megesztek, finom a chips, mi? Meg a cukorka. Amit megesztek, megisztok, illetve a mozgásszegény életmód. Ugye a gépek, a közlekedési eszközök, ugye autóval járunk WC-re is, és
ennek az okén is lusta ember vagyok egyébként. Végtagfájdalmak, gyakori csontterés, változó testmagasság. Ha majd valaki otthon le akarja mesélni, és hogyha már valakinek reggel a magassága, tehát este lefekvés előtt megméri, meg reggel felkelés, és 2 centi eltérés van, tehát nyúl, akkor az azt jelenti, hogy napközben kicsit összemegy, annak már arra mérget lehet, hogy már elkezdődött a csontritkulás. Ez csak egy ilyen érdekesség. Na most megmutatom nektek a kajákat. Megmondom, mi a pláne az egészbe. Hogy nyugodtan beszélhetünk nektek a rákról is. Ugyanez lenne a megoldás. Ugyanis a fehér cukor, a fehér liszt, a koffein, az alkohol, a túlzott fehérje bevitel. Tehát a tudósok felfedezték, hogy mi az, ami vonja a kálciumot. A fehér cukor azért, mert a természet tökéleteset alkotott úgy, ahogy van, tudjátok. De a cukor répának hívják. És a cukorrépában benn van minden, ami a cukornak, a benne lévő cukornak a megemésztéséhez szükséges. Ugyanis abban csak 27% a cukortartalom. A cukor, amit beleraktok, az üdítőkbe raknak, meg kávékba, meg mindenbe, annak a cukortartalma már 98%. Mivel a szervezet természetes úton így nem találkozhatott volna vele, ezért olyan folyamatokat indít el a szervezeten belül, ami nem kívánatosak számotokra, hogy miért már meg fogjátok látni. A fehér liszt ugyanígy. Hogyha összetörték volna a gabonát, teljeskedésű lett volna, és lenne lett volna a csíra, a korpa, meg ezek, akkor pont azok a csontépítő elemek, pont a csontépítő elemekkel fosztották meg azokat a gabonákat, amiket esztek. Fejkenyér. Bejutva a gyomorba, erjed, rothad. A rothadás savasít, akár csak a cukornál. A sav kálciumot használ, hogy lekösse a szervezetbe. És halljátok, hogy mondja anya meg apa, hogy ilyen sok gyomorsa van, olyan sokan gyomorsa van. És a betegség az nem áll ám meg itt, az egy folyamat. Az orvosok, tudjátok, mit mondanak? Azt mondják rátok, hogy ez és ez a problémád. Közben nem igaz, mert folyamat zajlik. És a folyamatnak a szakaszait hívják másként mindig. Tehát amikor elkezd a gyomorsav gyűlni, akkor azt mondja, sok a gyomorsava. Ha ez a gyomorsav lemarja a gyomorfalat, mit mond? Hogy hívják azt? Fekély. Ha fekély elrákosodik, azt hogy hívják? Hú, ő a legokosabb. Így van. Hol volt a versailles-i béke? Valaki tegye meg helyette. Szóval, értitek az összefüggést, arról, hogy beszélek? Nap mint nap megeszitek ezeket a dolgokat, és nap mint nap rabolja azt, ami építeni a csontot. Elmondok egy érdekes történetet, jó? Ez tényleg érdekes lesz. Hogy miért hiszik azt, hogy annyi fehérjét kell bevinnetek naponta, és tömik belétek a tejterméket, amennyi belétek tömnek, és a mai napig 100-130 grammot ír a tudomány róla, ugye mert írta, hogy a fehérjétfej többlete a civilizációs betegségnek a gyökere egyébként. Egy patkánykísérlet 100 évvel ezelőtt. Nem ember, patkánykísérlet. Azt hitték, hogy napi 100-130 grammra van szükség. Rá 30 évre rájöttek, hogy tévedtek, figyeljtek az emberi gondolkodást, sajnos ilyen, tudjátok, nem sajnos, ne legyetek ilyenek, arra kérlek benneteket, figyeljetek, mit csináltak. Fölépítették a 30 év alatt a húsipart olyanra, ami erre kellett, a tejipart olyanra, ami erre kellett, tudjátok, hogy minél többet tudjanak adni, az emberek meg ették, és a következő történt, építettek hozzá megfelelő számú kórházat. Ugyanis elindultak ezek a civilizációs betegségek vele együtt. Elég olyan betegségek is, amik azelőtt szinte nem is voltak. Na most nem kell így élni, ezzel lehet változtatni, ezt azért mesélem el. Ugyanis a mai napig nem mondják meg az embereknek, de az egészségügyi világszervezet, mert létezik egy olyan, ahol köteles volt közzétenni a tudósoknak az adatait, hogy tévedtek, ott 40 gram szerepel maximum fehérjebevitelnek egy napra, egy felnőtt emberek, úgyhogy 10 g biztonsági tartalékot rátettek. Ezzel szemben a mai napig több mint 100-at fogyasztatok, 100-150 között fehérjét. És a fehérjék alapozzák meg a civilizációs betegségeknek az ömét. Kapaszkodjatok meg, orvosi könyvből van több mint 90%-át. Ez egy nagyon nagy szám. Jó? Na, ez most nem lényeg. Fehérje mitoszt, azt most mondtam el. Ezek az orvosok az ország és a világ minden tájáról, akik avval foglalkoztak, hogy élelmiszert kutattak. Vizsgálták a tejterméket, most ki melyiket, ők a tejterméket. Lebontották különböző elemekre. Megnézték, milyen hatása van a tejre, illetve a szervezetre, és majd figyeljétek meg, hogy miket mondtak róla.
Egyébként a túlzott fehérjebevitel és a civilizációs betegségek közti kapcsolat, amit doppingol tulajdonképpen, amit létrehoz. A ráktól kezdve, a magas koleszterin, a köszvény, a trombózis. Nincs köztetek fekélyes? Még korai? Sömörös? Az sincs. Hogy hívják a másikat mindjárt? A légúti megbetegedés. Mi az? Aszma? Aszmás van? Van. Ki az? Nincs most? Túlzott fehérjebevitel. Én nem hülyeséget állítok, hogyha ő agyba adja az állati fehérje bevitelt és növényével pótolja, mert higgyétek el, nincs különbség a kettő között, akármit mondanak, hiszen én magam se eszem meg, vannak olyan törzsek, amik abszolút nem fogyasztanak állati fehérjét, 100 az átlag életkoruk, pedig nincs is higiénia. Ez csak azért mondtam el nektek, hogy milyen érdekes, hogy na, azt mondja, hogy a csontot nem csak a kalcium építi fel. És képzétek el, ha ma elmegy az ember csontritkolása egy doktorbácsihoz, mit mond? Kalcium. De mi van akkor, hogyha a fogsav hiányzik? Tudjátok, mi a fogsav szerepe? Hogy megkösse a kalciumot. Ha nincs fogsav, bevihet akármennyi kalciumot, nem kötődik meg. De miben van a fogsav? Most figyeljetek, mindegyiketek tudja. Melyik az az étel, amit eleve nem szerettek? Egy ételcsoportot mondjatok. Pontosan. A zöldségeket. És egyedül onnan tudjátok kinyerni. Tehát a zöldségekben van benne. A folsavnak máshol is nagyon nagy szerepe van. Ezek, amiket itt láttok, ezek mind együttműködnek, együtt építik fel a csontot, és ezeken még kívül sok más. De sajnos a doktorbácsi, amikor elmegy csontritkulásra, azt mondja, hogy ez a baj. Aztán tömi kálciummal, és egy mesterséges kálcium mit csinál? Lerakódik a csontra. Csinálnak egy röntgenfelvételt, és úgy látszik, mintha jó lenne. De most már tudják, hogy nem jó, már rájöttek, most már vérből is ki tudják mutatni, tehát már 1%-os is ki tudnak mutatni, nem csak 30%-os hiányt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát ezzel csak azt akarom nektek mondani, hogy értsétek meg, hogy ezen kívül, ahogy én itt most állok, ehhez az információkhoz nem juttok hozzá. Ő például gyatra ember lesz. Most csak viccelek. Mert olyan dolgokat mondok el, hogy az életét kell, hogy ráépítse, nem vicc. Nem mondhatjátok azt, hogy ti ezt a dolgot nem tudtátok. Fölállhattok, kimehettek innen, elfelejthettek engem is mindazt, amit én átértem és elmeséltem nektek, de amikor majd oda kerültök pár év múlva, legyen az 10-15, hogy hoppá, baj van, akkor ki is volt az, mit is mondott, hol találom? Akkor kezdtek majd keresgélni neten. Nem, már most kezdjetek el keresgélni hasonló dolgokat, jó? Na nézzük. Végül a csontnak a felépítése és a mozgás nagyon fontos. Ugye most arról beszéltem, hogy az, ami felépíti a csontot. Elmutatom nektek. A mozgás nem csak az egészséget, a külsőt is kedvezően befolyásolja. Nem mindig néztem ki így. Amikor beteg voltam, és a betegségem előtt így néztem ki, 100, nem tudom hány kiló voltam, aztán utána lefogytam. Utána meggyógyultam, elkezdtem edzeni, mert autóbusz vezetőként tönkrement a derekam. Itt vert, szétverte, és a mai napig kínlódok vele. Egyetlen egy módon műteni nem lehetett, mert kopott is, meg csörösödött is. Azt mondták, hogy hiába műtik a kopásot. Megedzettem a hátamat, fölhúzta a gerincemet, nem ért össze. Eljártam úszni, eljártam konditerembe, most se vagyok egy matyóhímű, és ott se, de higgyétek el, ott jobban éreztem magam, és ez a kép 2006-os vagy 2007-es, most megint lusta vagyok. Föladtam, megmondom őszintén, tudjátok miért? Azért, mert befejeztem egy időre az előadásokat, nem akartam többet foglalkozni az emberekkel, mindenki csináljon, amit akar, és tudjátok, mit éreztem? Ez a legszomorúbb. És ezt nem fogjátok megérteni. Én egy roppant boldog ember vagyok azért, mert felismertem az okát annak, ami velem történt. Hogy miért történt velem, ami történt. Addig azt hittem, hogy a sors művelte velem. És utána meg arra jöttem rá, hogy nem tudok segíteni az embereknek, mert azt hittem, hogy segítenem kell. Akkor meg azért akartam elmenni ebből a világból, és lett elegem, és nem mozogtam többet, és megint itt van a hasam, és megint fáj a derekam, mert nincs kedvem az emberek között élni. Azért, mert olyan társadalmat építettünk fel, amilyet felépítettünk. Most megint elkezdtem, ennél többet elkezdtem, nem csak, hogy idejöttem hozzátok, és ezt elmesélem, a felnőttek világába is elkezdtem olyan dolgot, ahol az emberek meggondolhatják magukat, és változhatnak az életvitelükön, nem az életvitelükön, bocsássatok meg, hanem azon, hogy ne gürizni kell majd egy életen keresztül, hiszen a Földnek a javai gazdagok,
bárki gazdag lehet benne, és ne az legyen, hogy egyik nélkülözik, meg ilyen kórház lesz, míg a másik minimális, és ez mind rajtatok fog múlni. És erre is tettem a felnőtt világban mondjuk lépéseket. Na, mi az, amire ügyelnünk kell a csontvigyulás kialakulása? Ez csak ilyen megelőzési szempontok, hogy összegezzük egy kicsit, jó? Rákról is beszélek, mindegy, miről beszélek, ugyanezek a dolgok, ugye? Helyes étrend. Ki kell venni a szervezetből mindazt, ami nem megfelelő, és be kell vinni azt, ami megfelelő. Látjátok? A vitaminokat, a nyomelemeket. Aztán a légfürdő, a napfürdő. Érdekes adatot mondok el nektek. Képzeljétek el, az emberi szervezetnek a 27%-a van valójában csak, kb. 27%-a fizikai anyagból. Az összes többit a napfény, a levegő és a víz alkotja. Nem vicc. Csak azért mondom neked, mert ez érdekesség, és ezért fontos a nap, a légfürdő, csak már sajnos szennyezett a levegő, meg a nap sem mindegy, hogy mikor mész ki. Tehát nem mehetsz akkor, amikor a nagy az UV-sugárzás. Ezt is mi csináltuk? Napfürdő, rendszeres mozgás, mint ahogy ők. Nagyon sok méreganyag fölgyűlik a szervezetbe, autógázok által, meg a termelési módszerünk által, tudjátok, ilyen nehéz fények, amiket ki kéne vezetni, ennek is van módja. Aztán lelki-szellemi okok felderítése. Elhiszitek nekem, hogy minden betegséghez tartozik tulajdonság? Mondok érdekességet. A csontritkuláshoz, mint tulajdonság, ugye ez régen volt, ugye, illetve öregeknél volt leginkább, ugyanolyanná válik az ember, mint a csontja. Merevvé, rugalmatlanná, itt, gondolkodásba. Tehát ha az unoka el akarja vinni mondjuk egy kastélyba, mert jól megy neki, gyere mama, mert most már nem tudsz mozdulni, nem tudod tyúkokat etetni, majd mi? Nem fiam, én itt akarok maradni, hagyd békén. Tehát tulajdonképpen egyfajta, ja, marad, mereség, dogmatizmusra nem akartam jönni ezt a szót. Na, fejfájás. Van köztetek fejfájós? Figyeljetek, megmondom. Imádjátok a chipset. Nem? Egy ötöse chipset? Oksi? Olyan leveseket, ami gyors étel, igen, így van, így van. Mindjárt megmutatom, hogy mi alakítja. Képzeljétek el, ennek is most, ha hiszitek, hanem így, itt egy áltóhelyemben mindegyőtökön tudok segíteni. És milyen szomorú az, hogy most csak azok fognak majd figyelni, akinek fáj a feje. Figyeljetek, mindegyik betegséget kutatták, ezt is. A betegségeknek a 80%-át, 80%-ot mindössze 4 anyag okozza, amit beviszünk, de nem oda való. Figyeljetek ez a 4 anyagra. Lesz elmondom azt a kétfajta fejfájást, amit okoz. Figyelj, fölismeritek vagy nem? Az egyiket úgy hívják, hogy muszkuláris, a másik vaszkuláris. A muszkuláris az egy izom, tehát egy összehúzódásos típusú fejfájás, az a képviselő. 80%-át. Jó. Az egyik az egy ilyen érnek a pulzálása a fejbe, ilyenkor lüktető fejfájást érzel, ugye? A másik, amikor az elet szorítja el a mozdulatlanság, és innen tarkótól jön ide előre, így érzed a fejfájást. Tehát így az egész fáj, ez a kettő. Na most ez tesz ki 80%-ot, de figyeljetek, mi okozzák, jó? Hosszú kutatások eredményeként. Tehát én olyan adatokat közlök, ami létezik, ugye, csak nem közölték veletek még. Ilyen az aminok. Ez az anyag az, ami segíti a pulzálást, tehát az ütemet az agy felszínen az erekbe. Tehát ami segíti a vérnek a továbbjutását. Ha ezt túlzásba viszitek, akkor jön ez a lüktető fejfájás, a bevitelét. Az, hogy miben van, a sajtfélék, az ecetek, ecettartalmú ételek, sajnos a húsféleség többen, halak, banán, füge, csokoládé, szeses italok. Na, melyettök alkoholista? Jó, hál' Istennek, akkor még nem azért fáj a feje. Na, figyeljetek a következő anyagot. Mononátrium glutamát. Azért tippeltem erre, tudjátok, mert az iskolabüfék tele van a chipsekkel, meg ilyennel. Ez a mononátrium glutamát, amit úgy is hívnak, hogy hidratizált növényi fehérje, meg E621 néven van az acskókon, ez egy mesterséges ízfokozó. Mi emberek már nem tudunk megenni semmit, ami nem erős ízű. Az ízlelő bibóink túl vannak terhelve a sóval, az ecettel, az ízfokozókkal. A chips rengeteget tartalmaz. De ha megnézitek, az acskós levesek, szinte mindenben benne van. Amit elővesznek a polcról, vagy levesztek a bolt polcairól, mint készétel, azokban szinte mindegyikben benne van. E621. Ha valaki közületek ezt elhagyja, garantálom elmúlik a felfájása, mert napi szinten viszed be, napi szinten fájhat a fejed tőle. A nitrit húsoknak a színezésre, meg a tartósítására használják. Legfőképp a multiban és ilyen helyeken, úgy képzeljétek el, hogy ettől vörös a húsot sokáig.
így nyernek vele időt, tartósítószer. Aztán a koffein, a kóla, a csokoládé. Úgyhogy döntsétek el most, hogy hallottátok ezt a négy anyagot, akinek fáj a feje, hogy mi az, amiből sokat evett a felsoroltak közül. Jó? Az okozza. Figyeljetek ide! Amit eddig elmondtam, az a szervezeten belül zajlott. Vagy igaz, vagy nem. Én azt mondtam, hogy a mai tudomány nem igazán tud rajta segíteni. Igazuk volt, tényleg te vagy a leggyatrább. Te vagy a legrosszabb. A gyatran ne sértődjám meg. Paraszt ember parasztul beszél. Na figyelj már én. Ez viszont képzeljétek el, hogy a testen kívül van. Hadd mondjak erről valamit, hogy kicsit gusztustalan képek jönnek, de amit megmutatok nektek, azok az emberek élve rohadnak el, mert az orvosok még a mai napig nem segítenek rajtuk. Megmutatom nektek. Jó, figyeljetek ide. Ezt úgy hívják, hogy lábszárfekély. Itt egy olyan állapot van, ami 21 napos természetes úton való kezelés, mint amiről beszélek. 21 nap után ilyen. Ezt nézzétek meg. Úgy képzeljétek, ez nem ugyanaz, ez terjed. Ti erről az emberek nem is tudtok. És azt sem tudjátok, milyen sok van. És azt sem tudjátok, hogy melyitökre vár ez. Hangsúlyozom, nem ijeszgetlek benneteket, de akinek már van olyan, hogy vörösödik a bőre, meg sömör, meg ilyenek, vakarozik, az már készület arra, hogy kezdődik majd nála egy ilyen későbbi ebben évtizedek múlva, mert a fehérje rothad itt kívül. Következő. Nézzétek meg a harmadikat. 21 napos természetes úton való kezelés után benő egy ekkora terület. Csak egy agon tudjátok. Nem gyógyszertől és nem kenőcstől. Aki ezt csinálta, Isten nyugosztalja, négy halálos betegsége volt, az öreg már meghalt. Sok ilyen előadást tartott, ehhez hasonlót. Tudjátok, mit csinált? Lemosta a desztillált vízzel, rászórt egy kőtörmeléket, amit úgy hívnak, hogy neurozan, összeportított kő, főszívta a kívül a genyt meg ilyesmit, és azt mondta, mától nem eszel semmilyen állati fehérjét, zöldséget zabálsz, én adom az ávédet, a kaját, mindennek, egy tömtevék a zöldséget. 21 nap alatt benőtt nekik. Itt nem az a kérdés, jól jegyezzétek meg, hogy az életetekben a problémáitokra lesz a segítség, hanem az, hogy hajlandók vagytok-e ilyen dolgot végigcsinálni magatokért, vagy nem. Ez a kérdés. Mert úgy döntötök majd ti is, mint mi, hogy könnyebb egy bogyót bekapni, aminek a mellékhatásaira újabb bogyót kaptok, és felnőtt korotokra, vagy már gyerekkorotokra ott van a gyógyszer a szekrénybe, mert légúti megbetegedett, meg ilyen, meg olyan vagy, és szeded, és táplálod azt a piacot, ami a legtöbb hasznot termeli a legnagyobb nyomoron az embereken, ez a ti döntésetek, ezt jól jegyezzétek meg. Jó? Értették nekünk nagyjából hogy az összefüggéseket? Mondjuk te. Értetted nagyjából az összefüggéseket? Most komolyan. Amit elmondtam. Látta, mert túlnyúlik az anya. Fejlően, elég lesz, köszönöm. Tápláljátok meg, keresétek egy gyógyulásotokat. Aki ezt tanította, ezt az egészet, ezt úgy hívják, amiről beszéltem, hogy betegség-táplálkozás kapcsolata. Ma az orvosi egyetekemen ezt nem tanítják. A gyógyszertan vette át a helyét. A gyógyszert ugyanazok tartják a kezükbe, akik a bankokat, de most nem megyek ebbe bele, csak azt akarom nekem mondani, hogy elanyagiasodtunk. Mindent a profit jelent. Mindenre képesek vagyunk a profitér. Én meg azt szeretném, ha nem ilyenek lennétek, ha innen kimentek. Bár a ti dolgotok. Na, azt mondja. Akkor mit tegyünk, mit ne együnk? Tessék, az ízfokozótól kezdve, a cukortól, a színezékanyag mindenben van. A vesétek évente körülbelül 2 kilót kap ebből. Ne csodálkozzatok az, ami történik. A fehérliszt magyaráztam, ugye, hogy nincs benne a csíra, korpa, ilyenek, nehezen tudja megemészteni a szervezet, erjed a szervezetben. Ezen egy hívják rothadási folyamatnak, egyébként bontási folyamat lenne, ami a szervezetben zajlik. Jó? A só megköti a szervezetben a vizet. Igen, a szervezetnek szükség van sóra, senki nem vitatja, hogy ez szerves só, semmi gond. Ez megköti a vizet, a szerves só meg nem, hogy megadja, amit kell a szervezetnek, de még ki is hajtja. Ilyenek a hagymafélék, petezselyemzölgye, zellezölgye. Ugye mennyire szeretitek? El tudom képzelni. Jó, oké. Okay. Ennek a bácsinak csak az a baj, hogy nagyon szereti a sót. Azért ilyen. Az mind víz. Automatikusan a szíve is tönkre megy, mert a megkötött vizet semmi nem áll a szervezetbe. A szívnek kell mozgatni, ahogy az ereket pumpál, és alig tud már mozogni. Jó?
aztán ugye fehérje többet. Na, ez érdekes, elmondom nektek, itt vannak azok a tudósok, figyeljetek, a teljes tejtermékek értékességéről terjesztett nézetek, szemenszedett hazugságok. Olyan ember írta le, aki kutató munkája 30 éven keresztül tartott a tejtermék vizsgálatával. És nem látnak napvilágot, ezek és az ehhez hasonlók, és ott lehetett volna egy nagy sor. Itt mondtam a nitritet, mondtam húgysav, sajnos belemegy a szervezetbe, ízületeket tönkreteszi, de ugyanakkor nem életfeltétel, ezt elárulom nektek. Az italról beszéltünk, így jártok vele az itallal, jó? Mert tőle butit és a nyomorba dönt. Kávé a koffein tartalma miatt, és itt van a monolátrium glutamát, amitől beszéltem. Csokoládé, chips, fehér cukor, és a rengeteg betegség, amit a fehér cukornak köszönhető. Ne tudjátok, mert mi minden tartozik ide. Ugye felmerül a kérdés akkor, hogy mit tegyetek. Ugye, mit tegyünk. Ez valamikor a bioboltom volt Kaposváron. Itt, ha liszt, az teljes kiörlésű, többfajta gabona van, tudjátok. A PK, a édesítőszerek aszalványok, a teák, gyógyteák inkább. Az édesítőszereket ott látjátok, mézekből, aszalványokból készülnek. Ez a tanulás, omega 3, B-vitamin komplex. Ha valaki nekiáll ilyet enni, te vagy a diák csemegét, most nincs közte, jól látom, akkor annak elkezd pörögni az agya. A lemmag meg az emlékezés segítés. Nem kell naponta iszítek, hanem csak be kell láztatni előző nap egy teáskanálnyit. Össz szétrágni, és segíti az emlékezést omega 3 tartalma miatt. Pástétomok. Jó, most nem nézzük akkor közelebbről, csak lefotoztam közelebbről ezeket. És ugye növényi te is létezik. Itt van a teljes kérési pékáru, ami javallott lenne a fehér helyett. És itt vannak azok, amik gyógyítanak, táplálékok. Senki nem enné meg, de ha tudja, hogy ez építi a csontot, a fogakat, a másik, a rozs, az emésztőszervet rakja rendbe, a gyomrot, a harmadik, a tönkölybúza még erősebb a búzánál, tehát szintén csont és ilyeneket rak rendbe, azt mondja, zab, egyék meg a lovak, igaz? De könyörgöm, olyan fütti értéke van, hogy télen egy ingbert tudtam mászkálni, amikor a feleségem infarktus kapott, hogy ne menjek így ki, mert nem fáztam. Magas a fütt értéke, és a nemi apparátus tartja egyébként szemben. Ez most a lányokra lesz a jövőben a legkedvezőbb, a legfontosabb a lányoknak. A barnalizs, a szellemi szférát segíti. Tehát a fej. A köles, na ezt meg a papagájok csipkedjék, igaz? De a köröm, a haj és a bőr, ezt táplálja. Fantasztikus, hogy a természet milyen gyógyszereket tett oda. Nem gyógyszer ez, csak olyan táplálék, amit valóban enni kellene. És már vannak ilyenek ugye a boltokban, sőt, már készen is. Aztán a jövő táplálék, azért kezdték el a biocsirákat, mert nagyon sok a természeti hatás, tudjátok, mint a szennyezett levegő, és a biocsirák segítenek ezeket kinyomni. Mibe kerül mindez? Melyik drágább, a bioétel vagy a normál étel? Normál. Igen, és miért drágább? Miért? Azért. Sajnos azért. Nem azért, mert drágább az előállítása, hanem azért, mert egészségesebb, nem vicc. Jól mondtad. De a teljes kérdési kenyérből kevesebbet tudtok megenni. Ezekből az ételekből kevesebbet tudtok megenni. Itt már nyertek egyet, ez az egyik. Másik az, hogy még rendszerek is működnek, amik segítik ezeknek a megvásárlását. Azt mondom, sokkal olcsóbb a biotermék, a reformtermék és a normális táplálék, mint a vese átültetés, amire valakire vár közülünk, a szívátültetés, mi a másik? A fejátültetés. Jó? Na. Úgy hívom ezeket gyűjtőnéven, hogy Naturkoszt, amikről hallottatok, jó? Én ma másképp gondolkodom. Látjátok ezeket itt? A boldogság, a félemlékiség, akartál, hogy mit nyújt az egészség? Tudjátok, hogy célt és értelmet adhattok az életnek azzal, amit itt hallottatok? Ha eddig még nem volt, vagy még döntésképtelenek vagytok? Teljesen másképp gondolkodom ezekre a dolgokról. Ti az odaadásról, a betegségről. Nem szidom már azt, hogy mi történt velem. Ha nem történt volna velem, nem változtatta volna. Rengeteget tanultam belőle. Minden ugyanannyi jó, mint amennyi rossz. A jó és a rossz nem is létezik, higgyétek el. Relatív. Ha megdőlik a szomszéd kutyája, az szomorkodik. De a mellette lévő szomszéd örül, mert nem ugat éjszaka. Tehát higgyétek el, nekem a jó és a rossz relatív. Minden csak nézőpont kérdése. És amiről én itt ma beszéltem, az, hogy ezt tanuljátok meg, ezeket a nézőpontokat változtatni az érzelmek megváltoztatásával. És ebbe segít még a kaja, a táplálkozás. Jó? Azt nem mesélem, mert hogy miért nincs jelen a hétköznapunkban. Jó, mert ez már egy kicsit politika lenne. És a megvalósításról sem beszélek, a ti dolgotok lesz, hogy megteszitek vagy nem. Jó?
majdnem azt mondtam, hogy kurva jók voltatok, csak kivágtak volna be. Na, nagyon jók voltatok, ügyesek vagytok. Azt mondták, a legrosszabb osztályt kaptam, gondoltam ez egyfajta kihívás. Uram, nagyon szépen köszönöm, nem viccelek, és neked is. Megúsztam két ásítással, és ez csodálatos volt, és neked is köszönöm, komolyan, sokáig bírtad. Jó? Köszönöm szépen, és figyeljetek, nem engem kell megjegyezni, hanem amit itt hallottatok. Nem is kell megjegyezni, csináljatok, amit akartok, mert szabad emberek vagytok. Csak ha bajba kerültök, nekem nem utogassatok az orvosra, mint ok, mert az ok az mindig ti lesztek, ezt jól jegyezzétek meg, jó? Szevasztok! Köszönöm.